Először rendezték meg Budapesten a 2012-es World Hip Hop Dance Championships magyarországi selejtezőjét. A győztesek az 5000 dolláros fődíj mellett egy Las Vegas-i utazást is besöpörtek, ahol augusztusban a világbajnokság döntőjében képviselhetik hazánkat. A nyertes csapatból most Alexa Krisztián és Kulucz Sándor jött el, őket pedig Balogh Barta Viktória, a Hip Hop International Hungary technikai igazgatója kísérte el. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Beszéltünk már nem sokkal ezelőtt, ugye néhány héttel ezelőtt, hogy készültök erre az eseményre, és egy nagyszerű mondattal össze is foglaltad egyébként, és szeretném persze, ezt most kifejtenénk, magát ennek az egész versenynek tulajdonképpen a létjogosultságát, mert hogy azt nyilatkoztat, hogy bebizonyosodott, hogy igenis létezik autentikus hip-hop kultúra hazánkban, és Magyarország készen áll arra, hogy megmutassa magát a világnak. Ez egy elég tömény értékelés. Tehát azt lehet mondani az első ilyen komolyabb esemény óta, hogy igen, tehát itt a közösség, és végre megtalálta a helyét valószínűleg a világ színpadán. Ugye ez hogy fog majd mondjuk besorolódni, azt persze a VB dönti el. Igen, én abszolút így gondolom. Egyébként nagyon nagy sikere volt ennek a rendezvénynek, hála a jó Istennek. Nagyon sokat dolgoztunk vele, és nagyon sokan megbizonyosodtak róla. És végre nem csak én állítom, hogy igenis van a magyar csapatoknak létjogosultsága az ilyen típusú nagyon komoly versenyeken. Úgyhogy a visszajelzések alapján én azt gondolom a csapatok irányából is, és a szervezés irányából is, hogy ez egy igazán remek kis rendezvény volt, jól sikerült. Kicsit több néző is eljöhetett volna, de ezen dolgozunk, hogy jövőre mindenkit nagyon-nagyon lekössön és érdekeljen. Szuper. Ugye azt említettük, ugye, hogy a győztes formáció csapat képviselője az urak, de azért említsük meg, hogy kik és hogyan szerepeltek még ugye az élmezőnyben, talán érdemes lenne. Így van, úgy alakult, hogy a junior kategóriákban sajnos nem volt induló, mert egy kicsit megijedtek a versenytől, szerintem ez lehet, de jövőre már biztosítottak, hogy mindenképp ott lesznek. Úgyhogy két korosztályunk volt, a verzit és a felnőtt. A felnőtt csapat győzteseinek képviselői ülnek mellettem, a The Core nevű csapat képviselői, és a második helyen a Ghetto 7 nevű formációnk végzett, a harmadikon pedig a Red Zone. És a verziti csapatban, ami érdekes, hogy a Cats Dance Team, akik az első helyet szerezték meg, az ő tagjuk Várszegi Alexandra, aki az 1v1 battle-t megnyerte. A második helyen a K76 nevű formáció végzett Kecskemétről, a harmadikon pedig a Winners Elements Győrből. Nem sebbé, memóriád van, tehát ez külön találok, hogy ez elég megvan. Sokat dolgoztam vele. Nos, urak, mennyire lehetett azt érezni, amikor az ember mondjuk egy ilyen megmérettetésen részt vesz a csapatával, hogy komoly lesz a konkurencia, vagy pedig az ember, amikor úgy előkészül, és mondjuk nyilván gyakorolja koreográfiát és egyebeket, akkor azért úgy nagyjából látja, hogy igen, hát ez azért meg lesz. Hát azt gondoljuk, hogy maga a fődíj és a lehetőség, hogy Las Vegasba kijuthassunk, ez már maga egy komoly színvonalat mozd maga után. Nem tudtuk, mire vállalkozunk, hiszen Magyarországon ez az első olyan akár 150%-os rendezvény, ami mind technikailag, mind szervezettségileg is tökéletes volt. Mi felkészültünk a legnehezebbre, azt gondolom, hogy az ellenfelekkel is megjött a bajunk, hiszen volt sok-sok dolgunk ott a színpadon, és el kell, a zsűrinek volt a legtöbb dolga, hogy eldöntse, hogy kik nyernek. Mi csak örülni tudunk, hiszen ez a sok munka mögött azért szerencse is kell. Abszolút így van. Ugye arról már beszéltük korábban egy múltkori beszélgetésnél, hogy azért ez több, mint tánc, ez egy kultúra, tehát ez egy kicsit életformá is. Tehát aki azt gondolom, hogy így ennyire részessévé válik ennek a dolognak, és ezt képes megjeleníteni a színpadon, annak ez igen, bocsánat, csak még láttam ezt a kis átraszoltót hasra, ez azért nem volt semmi. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet olyan, hogy valaki lejön a színpadról, és utána fölvesz egy öltönyt, és akkor egy kalapban kisétál, és onnantól kezdve teljesen más ember. Jól érzem én ezt, hogy ehhez azért kell egyfajta habitus, egyfajta lélek, hogy az ember aztán ezt adja magából, amit ez a műfaj megkövetel? Igazából úgy gondolom, hogy a próbatermen kívül, és ugye amikor nem versenyzünk, igazából teljes bármit magában foglal, tehát hogy nem muszáj ugye a hip-hop kultúrában élni. Értem. Ahhoz, hogy ilyeneket lássunk a színpadon, meg hogy ilyeneket tudjunk színpadra álmodni. Meg ugye mi eleve profi táncosként is dolgozunk, és ez a kis csapat, ez csak profi táncosokból áll, akik igazából még nem is versenyeztek volt. Van olyan köztünk, aki nem is volt még soha ilyen típusú versenyen, és nem is hip-hop táncos. Hanem egy teljesen másfajta mozgáskultúrából érkezik. Nyilvánvalóan azért az nem egy hátrányos, ha az embernek azért van egy nagyon komoly alapja a mozgáskultúra képzettségében, azért az kiderül. De akkor a hip-hop az ott nyugszik benne? Tehát akinek van egy szint profi táncos előélete, abban azért benne van a hip-hop? Vagy ez
hogyan dobzódik ez az emberben, amikor a színpadon azért ennek jelentős része, persze nyilván nem a csapat, de nagyon sok esetben azért ez improvizáció. Tehát kell hozzá ez is. Hát azt gondolom, hogy a maga a látott produkció az egy pontja sem mondható el improvizációnak. Ezt a csapatban nyilván nem. Igen. De amikor szolisztikus dologról van szó, és maga a tánc, amúgy beszélünk arról, az igen, egy belső késztetés, akár a hip-hop lehet egy picit dacos, megmutatjuk, hogy mi van bennünk, uh-huh. mint akár a költészet, festészet. Uh-huh. Ez valamivel szabadabb stílus. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ha nem is élünk, vagy nem is érezzük a hip-hopot itt Európában, elég nehéz ez. Uh-huh. Nagyon kevesen ismerik, vagy talán igazából senki, uh-huh. csak próbálunk követni irányvonalakat. Én azt gondolom, hogy a zene az első. Ha szeretjük a zenét, ha megértjük a zenét, és itt a hip-hop zenéről beszélek, a populáris zenékről, ha megértjük, akkor tudunk részesévé válni. Uh-huh. Ugye ha azt el kell fogadnunk, ugye, hogy itt Európában tulajdonképpen tényleg csak morzsák jutnak, és az ember próbál valamifajta irányzatot követni, akkor mire készültök majd Las Vegasban? Tehát ott mennyire lesz sokkoló esetleg az, amit az ember ott tényleg a világ élmezőnyétől láthat, vagy esetleg az is előfordulhat, hogy nem vagyunk az élettől olyan messze? Hát én úgy gondolom, hogy egyszerre a kettő lesz. Sokkoló is lesz, és aztán azt is meg fogjuk tudni élni, hogy azért annyira nincsen messze az, amit itt mi csinálunk, itthon csinálunk komolyabb szinten a világszínvonaltól, ezért is csináltuk meg a versenyt alapvetően. Mindenképp sokkoló, mert a Las Vegas szférája, atmoszférája és attitűdjei egyébként is sokkolók tudnak lenni, de azt gondolom, hogy ugyanakkor rettenetesen inspiráló is. Abszolút. Tehát, hogy az ember nem feltétlenül érzi azt, hogy most mit keresek itt, vagy nem tudom, hanem inkább azt mondja, hogy ú, de jó, ez is jó, az is jó, ide is menjünk, ezt is tanuljuk meg, uh-huh. úristen, ők mit csinálnak, és pont ettől lesz egy közösség, ez a világ bármely pontjáról beérkeznek a táncosok, és pont ettől lesznek egy olyan csodatos atmoszférája, amit már alig várunk egyébként. Igen, hát egészen elképesztő egyébként ez a műfaj, és valóban olyan tághatárok között mozog, én azt gondolom, még egyszer, ha akár a kultúráról, akár a színpadi jó értelembe vett exhibicionizmusról beszélünk, hogy tényleg terepe van valóban az egyéniség kiteljesítésének. És nyilván vannak keretek, vannak szabályok, de mondjuk nem egy olyan jellege, mint a versenytárgyban, vagy sorolhatnánk nagyon sok ilyen típusú, egyébként jobban szabályozott műfaj. Mire számítanak az urak, akik profi táncosként, nyilván azért már sok csodát láttak a különböző táncszínpadain, de ez más lesz. Igazából mi inkább készülünk rá, és nem számítunk semmire. Uh-huh. Arra fogunk számítani nyilván, hogy ugye kint az amerikai csapatoktól ugye olyanokat fogunk látni, amit még talán különböző videó megosztó poltárokon sem láttunk. De arra ők fognak dominálni az amerikaiak, erre azért lehet, ugye egy onnan származó kultúráról beszélünk. Igen, ők intravénásan kapják meg gyermekkoruktól kezdve ezt a kultúrát. Aha. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk. Ugye a cél az mindenféleképpen a döntőig eljutás, uh-huh. és hogy ott már mi lesz, az ott a tényleg akármi lehet. Uh-huh. Úgyhogy mi lázasan készülünk. És mondjuk hány nap lesz ott kint ennek az atmoszférának ugye befogadására, a színpadra lépésig? Egy hét. 29-én van egy nyitó ceremónia, ami úgy megadja ugye az alaphangulatot, uh-huh. és akkor utána augusztus 1-től 5-ig folynak a World Hip Hop Dance Championship versenyei, csapatversenyei uh-huh. selejtező, középdöntés, utána döntő. És akkor mondjuk ez a bő egy hét elég arra, hogy az ember esetleg, ha befogadott valamit, azt még be is építse, mondjuk Nem, azt tervezzük, hogy nem jövünk haza. Ezt így nem mondanám, hogy ennek így nem örülnék, mondjuk, de... Alexandra esetében ugye ő nyilván egyéni versenyzőként fog majd színpadra lépni. Igen. Alexandra egy nagyon különleges eset nálunk egyébként. Ő éppen, hogy 18 éves lesz, rettenetesen büszkék vagyunk rá, és hát olyan táncosokat, fiúkat, lányokat utasított maga mögé, ami elég meglepő volt, és hát nagyon-nagyon reméljük. Ő már járt egyébként Vegasba különböző versenyeken, és ott is világbajnok, onnan is világbajnokként tudott hazajönni. Nagyon reméljük, hogy a lehető legjobb helyezetet kapja meg. Hát akkor olyan úgy tűnik, hogy egy elég ütőképes csapattal indultak erre az első komoly ilyen világbajnoki megméretetésekre, profi táncosokból álló csapat, illetve ezek szerint Alexandra, aki maga a két lábon járó tehetség ebben a műfajban. Igen, nagyon reméljük. Nagyon örülök neki egyébként, hogy ez a kultúra, és nem is táncnak nevezném ezt, hanem ez a kultúra is azért szerepet kap, mert
nem lehet nem tudomást venni róla a 21. században, tehát én úgy érzem, hogy ez... Köszönjük ezt a mondatot, mert ez egy nagyon fontos. Ez tényleg így van, és aki ezt másképp akarja látni, szerintem az mesterségesen vissza akarja forgatni az időkerekét elég lehetetlen módon. Gratulálok a győzelemhez, és szeretném, hogyha azért erről a Las Vegas élményről majd töményen, hát ha intravénásan nem is, de első kézben származó információval látnátok el, ha hazaérkeztetek. Mindenképp, jó? És köszönjük szépen. Köszönjük szépen.